Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, ismét itt van is Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sorozatban 5. bajnoki meccsüket nyerték meg a két cápák. A bajnokság végéig Lengyel Roland a Spali vezetőedzője. Az olimpia helyszínén edzőtáborozik majd Hellebrandt Máté. Hétfordulót követően a tabella élén állnak a Máté Szalkai női kézisek. Vereséggel végződött a nyíregyházi kosársuli diósgyőri vendégjátéka. Hazai jégen edzenek a szabolcsi solygó fiatal jégkorongozói. Sorozatban 5. bajnoki meccsét nyerte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 89-70-re verték az MTK Elite Basket csapatát. Kicsit álmosan kezdtük el a mérkőzést, úgy gondoltuk, hogy elég, hogy csak a cipőnket felküldjük a pályára, és majd meg lesz a mérkőzés. Aztán a fél időben átbeszéltük a dolgokat, agresszívak lettünk, és gyakorlatilag 3,5 perc alatt megfojtottuk a mérkőzést, és utána már végvezetve nyertünk. Gondolom, annak nem örülsz, hogy így kezdte a csapat a meccset, annak viszont igen, hogy ilyen rövid alatt és ilyen magabiztosan meg tudtuk fordítani a meccset. Igen, nem örülünk, nyilván ebből is tanulnunk kell, de hát így erősebb csapat ellen nem kezdhetünk, illetve az látszik, hogy a csapatban milyen erő van, és ilyen meccset is meg tud fordítani. Remélem, hogy ez lesz majd, amit a másik fél évben játszottunk, a csapatnak a jobbik arca. 5-ös győzelmi szériában van a csapat, ami a bajnokságot illeti. Ismét hazai mérkőzés következik a TF ellen. Ők sem könnyű ellenfél. Milyen munkát kell a héten elvégezni, hogy az a meccs is meglegyen? Amit az első fél évben hiányoltam, hogy agresszív, kemény védekezés, de hát erre rám kell mennünk megint, hogy agresszívan védekezünk, illetve a támadó játékunk is néha akadozott. Úgy gondolom, hogy ha keményen edzünk, akkor a TFL-en is tudunk hazai pályán nyerni. Nem úgy kezdtétek a meccset, ahogy azt a közönség vált, hogy gondolom, egy picit titeket is meglepett az MTK Elite Basket ezzel a kezdéssel. Nagyon lassan kezdtünk, nem járattuk a labdát, a vérkezés nem voltunk agresszívak, és igazából voltak extra dobások, amik beestek. Mi rosszul dobtunk, az első fél nekik beestek, és így a szerencsére a másik fél tudtunk kijönni új erővel, és megfordítottuk a meccset. Mit kértek a vezetők, szakvezetők szünetben az öltözőben? Elmondták, hogy a vérekezésünk az közel sincs ott, ahol kéne, úgyhogy ezt komolyabb szintre kéne emelni, mert járassuk a labdát, és szedjük össze magunkat, és higgyük el, hogy ezt meg tudjuk fordítani. A fordításban neked is nagy szerepet volt, hiszen 3 triplát dobtál be egymás után. Megérzed, amikor elkapod a fonalat? Igen, azért így 1-2-ben ment, utána már éreztem, hogy rá kell emelni, és ilyenkor jó érzés, az egész csapat is, amikor így triplák mennek be, akkor mindenki nagyobb ritmus kap, így erőt kaptunk viszont, akkor utána Bruno is berobott 2-3 triplát, a B is berobott 2-t, a Iván is berobott, és kicsit így helyre van, mentünk felfelé. Ugye 5 meccset nyert most Zsinóban a bajnokságban a csapat, meddig lehet tartani ezt a szériát? Szerintem minden ellenfélt meg tudunk verni, ha komolyan felkészülünk és komolyan vesszük. Nem azt mondom, hogy simán, mert komoly, minden meccsért meg kell küzdeni, ugyanúgy, mint ezért is meg kell, ezt se lehetett lazán venni, mert láttuk, mint az eredmény az első fél időben. De ha komolyan vesszük, szerintem bármilyen csapatot meg tudunk verni ebben a ligában. Meccs előtt a két csapat egyforduló mutatóval állt a tabellán, és nyilatkoztat, hogy győzni szeretnétek itt, és úgy kezdte a csapat a meccset. 2/4 tartotta az előny, a lendület. Mi történt a folytatásban, és minek köszönhető, még visszatér picit ez a jó kezdés? Természetesen minden mérkőzésre nyerni szeretnénk, és minden mérkőzésre úgy utazunk, hogy felkészülünk az ellenfélbe, és mindenképpen nyerni szeretnénk. Felkészültük a Nyíregyházából is, volt egy taktika, ami az első fél időben működött, azonban a második fél időben a két csapat közti edzésszámbeli különbség és a két csapat fizikai erőnléte az úgy gondolom, hogy kijött, és ezáltal sajnos egy 30 pontos vereségbe szaladtunk bele a második fél időben, ami eldöntötte a mérkőzést a jobbik csapat javára. Egy formálódó csapatról van szó, lehet azt mondani, egy picit talán a várakozáson felül szerepelt eddig az MTK Elite Basket? Lehet azt mondani, hogy a várakozáson felül, de én azt gondolom, hogy a mi csapatunk képes arra, hogy jó eredményeket érjen el, és mérkőzésről mérkőzésre győzelmeket szerezzen. Nyilván, mivel nálunk dolgozó emberek vannak, és egyetemre járó emberek kosárlabdáznak, ezért nehéz felvennünk az olyan csapatok ellen a versenyt, akik légióssal próbálkoznak megnyerni a bajnokságot, illetve 7-8 edzéssel készülnek. Mindent megteszünk minden héten, és igyekszünk egy meglepetés csapat lenni, úgymond ebben a bajnokságban. Az első két negyedben megleptétek a Nyíregyházát, mutatta a szünetbeli 11 pontos vezetés is. Titeket meglepett valamennyire az, hogy ennyire jól működött a játékotok? Úgy gondolom először is, hogy mindenképpen megérdemelten nyert a Nyíregyháza. Sajnos úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy nem szabad kijönni egy második fél időre. Azt hittük, hogy csak kitesszük a cipőt, és minden hármas ugyanúgy befeges, mint az első fél időben, és ez elegendő lesz a győzelemhez. De ezzel ellentétben a Nyíregyháza pedig úgy jött ki a második fél időre, hogy ki kell jönni, és sajnos nem találtuk az ellenszert. Nem először játszottam ellenfélként ebben a csarnokban, azért még lehet mindig mondani egy picit más, mint másut.
Ide mindig jó visszajönni, igaz, felnézek a lelátóra és nagyon sok ismerős arc van, és igazából így az első gondolatom az volt a vereség után is, hogyha már valakitől ki kell kapni, a Nyíregyháza ellen azért még mindig jobb, mert akik, hogyha már egy vereséget kell adni valakinek, az a Nyíregyháza legyen, és tényleg én is szurkolok nekik a jövőben. Te vagy a MTK Elit Basket csapatkapitány, hová érhet oda ez a csapat a bajnokság végére? Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a szezont, és sok mindenkit megleptünk ezzel a jó kezdéssel. Úgy érzem, hogy nagyon jól összeállt a csapat, és egyértelműen a legjobb 8 a cél. A forduló további eredményei a következők: BKG Prímese Budafok 103-79, TF Budapest Salgótarján 79-70, Baja Budapesti Honvéd 84-87, Veszprém Meavsz Miskolc 109-83, Vasas Akadémia PVSK 92-94 és Nagykőrös Mavc 80-82. A tabella élén a Veszprém áll 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az egyaránt 5-2-es mutatóval rendelkező BKG Prímelség Nyíregyházát és Budafokot. A két cápák vasárnap a TF Budapest csapatát fogadják. A bajnokság végéig Lengyel Roland a Szvari vezetőedzője. A Nyíregyháza Spartakusz jelenleg a 14. helyen áll az NB2 tabelláján. Egy mérkőzésre voltunk megbízva, próbáltuk lehető legjobban lehozni ezt a mérkőzést, jól sikerült, a vezetőség úgy döntött, hogy nekünk tovább szavaz bizalmat. Tavaly azért voltunk ebbe a szerepkörbe, a 11 mérkőzésen irányítottuk a csapatot, a 19. helyen vettük át, és a 11. helyre vittük föl a csapatot. Azt gondolom, hogy az egy eredményes szezon volt. Most a 18. helyen volt a csapat, most is próbálunk minél jobb eredményeket elérni ebbe a fél szezonban, ebbe az 5 mérkőzésben, ami van hátra. Visszatérve még a legutóbbi meccshez, meglehetősen foghíjas volt a csapat, számítottál rá, hogy ilyen játék és ilyen eredmény születik? Nehéz helyzetben voltunk, 10 sérült játékosunk volt, vagy beteg volt. Az utolsó pillanatban a Fodor Feri nem vállalta a játékot, akkor is arra is kellett reagálni. Nem voltunk könnyű helyzetben, de mondtam a fiúknak, hogy igazán bármelyik csapattal megyünk ki a pályára. Azt kérem tőlük, hogy egységesek, szervezettek legyünk, harcoljunk egymásért, harcoljunk magunkért. Azt gondolom, hogy ez egy sikerült, és utána megszereztük az első gólt, aztán elkezdett még az önbizalom is jönni, és helyenként azt gondolom, hogy jól is futballoztunk. Hát így nem számolgattunk, most a Szolnok ellen készülünk, jönnek vissza a sérültjeink, a betegeink, remélhetőleg, hogy egy jó csapattal tudunk fölállni. A Szolnok lebeg előttünk, ott szeretnénk eredményesek lenni, pontokat szerezni, és utána majd a többit meglátjuk. Hát minél több pontot szeretnénk szerezni ebbe a pár mérkőzésből, hogy aztán, hogy ez mennyi lesz, az majd elválik, de szeretnénk azért fölzárkózni a középmezőnyhöz. Játékosként, edzőként évtizedek óta szolgálod a Sparit, szerepeltél, voltál már felnőtt csapat szakmai stábjában, most ismét bekerültél Lengyel Roland stábjába, számítottál rá? A szívem mélyén igen, de ami azért jellemezte mostanában úgy azért a nyíregyházi futballt, és azért maradjunk őszintén, hogy nem az igazi. Én azt gondolom, hogy nehéz volt kiszámítani. Az biztos, hogy előtte egy nappal még az U17-es csapatnak az edzője voltam, és együtt készültünk, másnap meg becsöppentem ide a felnőtt világba. Nem mondom, hogy az zökkenőmentesen történt, mert azért közt azért egy kis idő eltelt, de az energiám és a hozzáállásom az, azt hiszem, hogy nem romlott. Mennyiben más fiatalokkal dolgozni, mondjuk 17 éves srácokkal, vagy egy felnőtt csapattal, ahol azért nagyobb a figyelem, és azért ne legyünk álszentek, egy-egy meccs pénzről is szól? Teljesen más. Én imádtam az utánpótlásba dolgozni, jól éreztem magam, visszajelzések, a srácoknak a visszajelzése alapján ők is élvezték, hát reményeim szerint, és egy kis kihagyás után, mert az első, amikor itt még vezetőedző mellett dolgoztam pályaedzőként, akkor még a aktív pályafutásom után egyből történt, akkor nem kellett átmenetek lenni, és az előbb, amit említettem, hogy egy kis nehézsége miatt van, hogy azért bele kell zökkenni, át kell állni, nem egyszerű. Te mivel lennél elégedett a hátralévő 5 meccs után és majd a szezon végén? Én azt hiszem, hogy nem szabad pontokba beszélni. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy nincs valami jó szinten most a nyíregyházi labdarúgás. Célunk az, hogy ezt megváltoztassuk. Reményeink szerint én azt gondolom, hogy most azért a stáb is egy helyi kötődésű vezetőedzőtől kezdve egészen a segítőkig, és ez remélem, hogy ez egy pici pluszt ad, hiszen nekünk is szívügyünk a nyíregyházi labdarúgás. Vissza kell csalogatni a közönséget, vissza kell csalogatni a B közepet, aki plusz egy ember minden mérkőzésen. Azt hiszem, hogy saját bőrünkön tapasztaltuk meg az ő segítségüket, annó.
és nagyon nagy szükség van rájuk, és természetesen a játékosnak is az önbizalmát helyre kell állítani, hiszen ezek az elmúlt mérkőzések biztos, hogy hagytak nyomot. Hogy ez mire lesz elég, és utána az majd kiderül, de itt nincs idő. Tehát az idő az elfogyott, itt azonnal kellenek pozitív történések, és azon leszünk, hogy hétről hétre nem 5 meccsbe gondolkodunk, hanem a következő mérkőzésbe, a Szolnok ellenibe, és így tovább. Minden héten meg kell újulnunk, minden héten be kell bizonyítanunk azt, hogy ez a szakmai stáb is, és a játékosok is azt, hogy helyünk van itt, és a szívünket ki kell vinni a pályára, hogy a közönség is lássa, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el. Edzőjébe állt Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló november végén Tokióba utazik, hogy az olimpia helyszínén ismerkedjen a körülményekkel. Nagyjából sikerült kipihennem magam. Ugye nekünk ez rendkívül hosszú szezon volt, ilyen hosszú szezon nem nagyon szokott lenni nekünk atlétáknak. Mivel nem úgy sikerült a befejező verseny, ahogy szerettük volna, ezért próbáljuk most a felkészülést még jobban megcsinálni. Ezért volt fontos, hogy jól kipihenjük ezt a szezont, hiszen a jövő év is, sőt, hát nem is, jövő év lesz igazán fontos, hiszen olimpia lesz, és arra szeretnénk először olimpiai szintet csinálni, és utána meg majd Tokióban egy szép eredményt. Egy hosszú távú gyaloglónál mit jelent kilométerben a felkészülés első napjaiban, első heteiben elvégzett munka? A felkészülés közepén például heti 140-150 kilométert szoktunk gyalogolni, most a felkészülés elején 80-90 kilométert. Szóval nagyjából hát majdnem a fele mennyiséget edzünk. Most még csak napi egy edzés van, kiegészítésképpen vannak gyújtornás, illetve TRX-es edzéseim, illetve úszni is el fogok majd járni, illetve most már be fogjuk iktatni a szaunázást is, mivel Tokióban is hasonlóan párás lesz a levegő, mint most Dohában volt, ezért próbálunk már most nagyjából felkészülni rá, amennyire csak lehetséges. Általában hazai környezetben készülsz, lesznek edzőtáborok, amivel meg tudod törni a monotonitást. Most úgy néz ki, hogy november végén egy 3 hetes edzőtáborba fogunk utazni Tokióba. Ez még szervezés alatt áll, viszont nagyon-nagyon hasznos lenne, hiszen megismerkedhetnénk az ottani kultúrával, helyjel, versenypályával, ételekkel, illetve ki tudnánk próbálni, hogy a 9-10 órás repülőutat hány nap alatt tudjuk kipihenni, illetve az időeltolódást mennyire tudjuk átvészelni, és hát ez az olimpia szempontjából nagyon fontos lenne. Elvileg 2 vagy 3 50 kilométeres távot teljesíted egy gyalogló, neked ott lesz a dudincai hagyományos verseny elsőként, ott jó lenne meggyalogolni az olimpiai szintet, úgy áll össze a versenynaptár, hogy korábban? Igen, ezen nem szeretnénk változtatni, az első versenyem az valóban a dudincai 50 kilométeres országos bajnokság lesz, ott szeretnénk olimpiai szintet teljesíteni, ha ne talán nem sikerülne, hiába már nem lesz lehetőségem 50 kilométeren teljesíteni, viszont a 20 kilométeres eredmények is majd beleszámítanak a világranglista pontokba, és ezért lesz majd fontos, hogy utána hogy állítjuk majd össze a versenytervet. Mivel a világranglistán az első 60 helyezett indulhat az olimpián, ezért lenne fontos minél több pontot szerezni. Hét fordulót követően a Máté Szalkai MTK áll a női kézilabda NB2 északkeleti csoportja tabellájának élén. Falcsik Miklós együttes a legutóbbi fordulóban 27-27-es döntetlent játszott a második Hajdúböszörménnyel. A előzetes elvárásoknak megfelelő az eddigi teljesítmény. Talán a debreceni vereség az, ami engem is bánt, illetve a szakvezetés. De úgy vagyok vele, hogy aki ott volt azon a mérkőzésen és látta azt a debreceni csapatot, az tudja nagyon jó, hogy az a csapat, aki akkor előnünk összeállt, az a csapat az valószínűleg meg tudná nyerni a bajnokságot cson nélkül. Játszottunk velük egy nagyon jó mérkőzést, két alkalommal is fel tudtunk állni 3 gólra, ott talán szorossá tehettük volna, egyszer mi rontottuk el, egyszer úgy éreztem talán a játékvezetők hibájából nem sikerült tovább lépjünk. Mindenesetre arra kíváncsi lettem volna, hogyha akkor sikerül
megközelíteni őket, vagy akár átvenni a vezetést, mert 3 zicet kihagytunk, egy 7 méterest, akkor hogy az a fiatal csapat, az a debreceni társaság hogy reagálta volna ezt a dolgot le, és akkor mi belelkesedve hogy tudtuk volna esetleg tovább vinni ezt a történetet, nem tudom, ez most már történelem, de esetleg egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, de sajnos nem szereztünk pontot. A múlt hétvégi böszörményi mérkőzésünk, a hazai pályán pedig megint egy olyan szituáció, hogy ez a böszörmény azért, hogyha így összeáll a 3 hajdonállási kettős igazolással, akik ráadásul felnőtt csapatban is játszanak, azért ez egy húzós csapat, és aki itt volt, látta ezt a mérkőzést, az egyértelműen bármennyire elfogult is a Máté Szalkai csapattal szemben, azt kell mondani, hogy ez egy nagyon jó csapat volt. Mi nekünk az, hogy Dicső kisüdít hiányzott betegség miatt, illetve még a 10. perc környékén a beállósom is megsérült, ez nem jött igazán jól, és ehhez képest is én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyt állt a csapat. 22. perc környékén úgy gondoltam, amikor 3 góra vezettünk, hogy talán meg lehet ez a mérkőzés, akkor úgy éreztem valamolyan indítatást, hogy talán be tudjuk húzni. Aztán nagyon rövid idő alatt eljöttek 1 góra, illetve kiegyenlítettek, sőt a végén átvették a vezetést, és nekünk kellett pontot menteni. Ha így nézem a mérkőzést, akkor azt mondom, hogy ez egy bravúros mutatott játék volt, és az, hogy tudtunk egy pontot itthon tartani, az mindenféleképpen biztató a jövőre nézve. Hát ha felépülnek a sérültjeink, meg Csuti is meggyógyul, akkor majd meglátjuk, hogy a későbbiekben mire lesz képesek. Most jön még igazából a úgynevezett fekete leves, tehát az előlévő csapatok, amíg most fogunk játszani. Ugye itt hazai pályán a beszélőnnyel x-eltünk, megyünk Hevesre. Most hétvégén jön a Vitka és a Dabas, illetve megyünk a Füzesabony a tavalyi bajnokhoz. Ez a hátralévő penzum, ezt kell valahogy megoldani. Én nagyon szeretném, hogyha a lányok minden mérkőzést megnyernének, ki nem szeretné edzőként. Aztán a realitás az lehet, hogy nem ez, de mindent elkövetünk azért, hogy ez megtörténjen. Összességében a lányok munkájával elégedett vagyok, végül is azokat a kötelező győzelmeket, amik elvárható volt ettől a csapattól, behozták, sőt, hogy Ózdon ilyen nagy arányú győzelmet tudtak aratni, az számukra egy külön pluszt jelentett. Eddig mindig szenvedtek az Ózd ellen, nem tudták az okát megfejteni. Nem mondom, hogy én most a nagy varázsló voltam, egyszerűen csak annyi történt, hogy nem hagytuk, hogy az a stílus érvényesen, amit a Lóc idése diktált, hanem a mi akaratunkat próbáltuk ráerőltetni az Ózdiakra, és ott idegenben is sikerült, és végül is egy 11 gólos nagy arányú győzelmet arattunk. Vereséggel zárult a nyíregyházi kosársuli miskolci vendégjátéka, az NKS 76-62-re kikapott a DVTK 23-as csapatától. Sajnos az évben nem sikerült hozni a tavalyit, nem sikerült idegenben meccset nyerünk, az első negyedben szerzett hátrányunkat nem tudtuk ledolgozni, a másik negyed során éppen hogy jöttünk felfelé, de a fél idő után megint elkezdett ellépni a Diós Győr. Sajnos a kulcsembereink nem tudtak olyan játék teljesítmény nyújtani, ami tőlük elvárható lenne, így bízunk benne, hogy a következő mérkőzésen sikerül jobban teljesíteni. Ugye te felelsz a csapat erőnléti felkészítésért, nagyon sok a fiatal játékos, mennyire kell odafigyelni arra, hogy megfelelő legyen a terve, és frissek legyenek a meccseken úgy, hogy közben még korosztályos meccseket is játszanak. Elég nagy nehézséget okoz nekünk főleg idén, amikor ugye vannak olyan játékosunk, akik egyszerre 3 korosztályban szerepelnek, mint például ezen a mérkőzésen is volt. Sajnos minden hétvégén legalább 2 mérkőzés játszanak, ami azért nehezíti a bajnokságon a szereplésünket. Ez látszik is például itt az amatőr női NB1-es szereplésünkön, hogy ezek az emberek nem az elvárható szín szerint teljesítenek. Nyilván nem az a fő feladatuk, hogy ezt a bajnokságot oldják meg, hanem saját korosztályokra próbálunk inkább koncentrálni, és szerencsére az idejében jönnek is ezek az eredmények, amiket szeretnénk továbbra is megtartani. Ettől függetlenül ugye az amatőr NBA zöld csoportjában is nyerni szeretne minél több meccset, a csapat eddig 2 győzelem, 2 vereség a mérleg pénteken. A tabellán közvetlen Nyíregyháza mögött álló Szolnok érkezik, velük milyen meccse lehet számítani? Szolnok is, mint ugye az évek során kialakult, akár utánpótás, akár amatőr női NBA 1-es csapataink közében, azért ez egy eléggé parázs és tészmérkőzés, ne szokott nálunk számítani, azért a presztízs az megvan, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is megnyerjük a mérkőzést, kifejezetten ugye hazai pályán, úgyhogy
Nagyon bízok benne, hogy a lányok az e-heti gyenge szereplés alapján most hétvégén sokkal jobb teljesítményt fognak nyújtani. Már a nyíregyházi városi jégpályán edzenek Kercsó Árpád irányításával a szabolcsi Solymok fiataljai. A nyíregyházi jégkorongozók augusztus végén Debrecenben egy edzőtáborral kezdték a felkészülést. Debrecenben azt láttam meg, hogy milyen szinten vannak a gyerekek. Összesen olyan 28-29 gyerek járt azon a héten át Debrecenbe, hogy mentünk reggel és jöttünk délután. Hát ott igazság szerint ilyen felmérés volt. Hát jobbra számítottam, de azt fogadtuk el, ami van, és onnantól kezdve kezdtünk építkezni. Utána még átjártunk sátorra a jőhelyre, hetente egyszer legalább 4-5 alkalommal, és most itt napi, úgymond majdnem 2 órát van jégen az U8-U10-es korosztály. Hány gyerek hokizik most az Egyesület színeiben? Jelenleg naponta olyan durván 40 gyerek, de kb. 45-50 van, de a nagyobbak nem járnak rendszeresen. A kisebbekből is van olyan gyerek, aki hetente 3-szor jár, amúgy hetente 5-ször van edzés a kicsiknek, mert ugye azokra építünk, és ha már megvan a jég, akkor ki kell használni. És abból legalább leszűrjük, hogy aki úgymond jó játékos akar lenni, az tudja, hogy edzeni kell, meg hát a szülő természetesen az hozza is, meg hát mi is azon vagyunk, hogy versenyeztessük meg őket, úgy értem, hogy akarjanak minél előrébb kerülni a rangsorba, az csak munkával lehet. Hány korosztályban indít csapatot az Egyesület a bajnokságban? 4 korosztály, U8, U10, U12, U14. Amikor a bemutatkozó sajtótájékoztatóján beszélt, arról volt szó, hogy elkezdődik egy olyan munka, amely majd évek múlva futhat ki teljesen. Amit elhangzott abból az, hogy még nagyon az elején járunk. Természetesen még az elején járunk. Azt persze nem hallgatom el, hogy van egy pár gyerek, aki óriásit fejlődött, meg úgy összességében ez a szint már nem az a szint, ami volt, de ugye én akkor is arról beszéltem, meg most is arról beszélek, hogy én azt szeretném, hogy a nyíregyházi jelenlegi kisgyerekek, őket, akik vannak egy páran, és akiket ki fogunk válogatni, azok az ország első 2-3 egyesülete szintjén kell, hogy legyenek, és biztos vagyok, hogy előbb-utóbb a legjobbak is leszünk, azokkal természetesen lentről fel kell építkezni, ez nem egy-egyik napra a másikra. Mi az, amivel kedvet lehet csinálni egy gyereknek a jégkoronghoz? A gyereket, ha sikerült kiválasztani, és ha eljön edzésre, és ott látom, hogy érdemes vele foglalkozni, a dicséretekkel fel lehet őt hozni arra a szintre, hogy fanatizálni. Hát elsőbb a fanatizálni kell a családot, apukát, anyukát, gyereket, de a gyerek a fontos, és hogyha úgy érzi, hogy sikerélménye van, akkor onnantól kezdve akkor alkotunk egy egyesített, és nevezhetem bárminek erőt, és akkor onnantól kezdve ez a gyerek már megmarad, és tényleg bármit el lehet vele érni. Vannak sportágak, ahol viszonylag hamar jön az első sikeredmény, van, ahol nagyon későn. A jégkorong melyik oldalhoz tartozik? A jégkorong az egy olyan sportág, hogy bármilyen alacsony szinten játsszák, OB3, meg öreg fiúk, meg stb. Gyakorlatilag lehet nézni, mert van benne okos passz, van benne védés, van benne gól, stb. Van gólöröm, és ilyen szempontból szerencsés sportág, mert örökké történik valami, mondom, bármilyen szinten játsszák. A gyerekeknél ugyanígy van, hogy ők a legkisebb valami siker után már tudnak örülni, és úgy is csinálunk mi is, hogy hú, de jó, meg stb. És ezáltal tudjuk motiválni őket. Ugye a gyerekekről van szó most, nagyon fontos, hogy a szülők hogyan állnak hozzá a gyerek által, vagy inkább az általuk választott sportákhoz, őket mivel lehet behozni? A gyerek által, mert ugye többféle szülő van, van olyan szülő, amelyik egyből megvan az összhang a jó gyerek szülő-edző között, van olyan, akit meg kell győzni, és van olyan, aki esetleg a gyerek miatt jön. De most az a jobbik eset, hogyha a gyerek akar jönni. Olyan szülő is van, amikor a szülő jobban akarja, mint a gyerek. Az nem annyira jó párosítás, de van egy olyan kislányunk, aki jobban szeretné, mint az apuka, de a gyerek nagyon ügyes, és eléggé kiköveteli magának, hogy hozzák, úgyhogy ilyen változatosságban vannak a szülők.
Szó esett arról, hogy körülbelül 40 gyerek jár most edzése. Elindult egy program, óvodásokat megcélzó program, kérdezett, mikor lenne elégedett, ha milyen számról beszélhetne mondjuk egy év múlva? Én egy év múlva legalább plusz 50-60-70 gyerekkel lennék elégedett, és természetesen úgy, hogy azokat a gyerekeket én hívtam ide, én láttam meg, de van olyan szerencsés helyzet is, amikor beállít egyszerűen egy ilyen szuper tehetség válogatás nélkül. Hát ki kell várni és reménykedni, hogy minél több jó gyereket sikerül megszólítanunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.